Köszöntöm hallgatóinkat, a stúdióban pedig Halász Juditot, a Víg Színház színművészét, és dr. Dank Magdolna professzort, a Semmelweis Egyetem onkológusát köszöntöm sok szeretettel. Ez itt a Rákeltérítő, a Telex egészségügyi segítő podcastja. Én Markovics Ferenc vagyok, immár 6. éve rák túlélő, kemóztak, sugaraztak, többször megműtöttek, meggyógyultam. Sorozatommal arra keresem a választ, hogy a betegeknek milyen testi, lelki és orvosi dolgokra kell figyelnie, ha szeretnének meggyógyulni. Saját példámból is tudom, hogy mindig van remény, soha nem szabad föladni, és hogy milyen sokat segíthet egy-egy sikeres eset megismerése. Ehhez híres népszerű személyiségeket, érdekes civileket hívtam meg, ha lehet orvosaikkal együtt, hogy meséljék el túlélésük történetét. Nagyon érdekes itt a dátumoknak az egymásra halmozódása, vagy a bizonyos október 4-i számnak a ismétlődése, hiszen, mint az életrajzából megtudtam, 96. október 4-én önt érte egy komoly autóbaleset, egy rendőrautó ütötte el, majd rá pontosan 4 évre megtudta a diagnózist. Na most ez attól érdekes, és nem tudom, hogy ehhez mit szól a doktornő, hogy én azt tapasztaltam, mint egykori beteg, és több sorstársam is ezt mondta, hogy mielőtt megtudták a diagnózist, történt velük valami nagyon furcsa dolog. Én velem konkrétan az történt, és nem tudom, hogy ez ennek valami tudományos alapja, hogy tánciskolába jártunk, és körülbelül 3 hónap, amikor már éreztem, hogy valami nem stimmel. A tánciskolában fogtam magam, és összeestem. Egy fél percig elájultam, majd fölébredtem, kicsit feküdtem, ott volt 2 orvos, azok elláttak, és majd mi se történt volna, táncoltam tovább. És akkor jött a fejembe az a gondolat, hogy nekem valami bajom van. Hogy ennek van valamiféle racionális magyarázata? Tehát vannak ilyen előzmények, amik orvosilag is értékelhetők, amik megelőznek egy ilyen fejleményt, hogy az ember rákos lesz? Ez egy nagyon érdekes fejtegetés. Nyilvánvalóan klinikusként az evidenciákat, a bizonyítékokat kell felhozni, és erre egy algoritmust, egy bizonyítékokon működő algoritmust nem tudok mondani. Ugyanakkor azért tegyük hozzá, hogy nem a diagnózis napján lesz valaki beteg, hanem az a betegség kialakul. És lehet, hogy vannak figyelmeztető jelek, mert már nem olyan az egyensúly, nem olyan az emésztés, ami oda konkludálhat, hogy történik valami. Lehet, hogy erről gondoljuk azt, hogy egy figyelmeztető jel. Nem tudok erre evidenciát mondani, de több beteg elmondta már, hogy történt valami, amit követően 1-2 hónapra ott lett a diagnózis. De én mondom, azt gondolom, hogy a betegség nem ott, abban a pillanatban alakul ki, amikor mi kimondjuk a diagnózist. Ez egy hosszú út, és az alatt azért testi-lelki változások vannak. És azért azt pontosan tudjuk, hogy ha a testünkben, lelkünkben van valami változás, akkor több minden nem a megszokott menetben megy, akkor az ember elesik, megbotlik, nem tud úgy koncentrálni, ezekből is ez adódhat. Hát ez így elég érdekes, és el is fogadható abszolút. Mielőtt elkezdtük a felvételt, ön felidézte, hogy mikor életében először találkozott Halász Judittal, már a diagnózis birtokában, akkor ő hogy nézett ki? Mire emlékszik? Én ugye nagyon fiatal adjunktus voltam akkor, és jött a művésznő. Nagyon elegánsan, sötétkék szoknya, sötétkék blúz, sötétkék harisnya, sötétkék cipő. És hát azért valljuk be, hogy Halász Juditon szocializálottunk. Tehát aki nem ismer Halász Judit dalokat, az nincs. Ilyen nincs. És azért az egy döbbenet volt, hogy akkor engem választott, és én lettem a kezelő orvosa. Ugye erről nagyon sokáig beszélni sem lehetett, és nyilván az embert köti az orvosi titoktartás, és úgy tudtam meg, hogy ez kiderült, hogy sokan fölhívtak, hogy hát a Halász Jutka volt a rádióban, és megemlített téged, akkor emlődaganata van? És ugye egy pillanatig nem, én nem nyilatkozom, de aztán ugye kiderült, hogy ezt akkor már Jutka fölvállalta, és lehetett róla beszélni. Hát én pedig azt olvastam, hogy nagyon sokáig ez embargós hír volt, hogy nem nagyon beszélt róla senkinek. Igen, mert nem akartam azért elhíresülni, mert nekem van egy nagyon rossz betegségem, egy félelmetes betegségem, mert természetesen mindannyian félünk ettől. Már akkor is, amikor nincs a szerv megnevezve, hogy melyik szervünk daganatos. Én most például kimondta, hogy meggyógyultam. Én ezt éveken keresztül nem mertem kimondani, mert úgy éreztem, hogy
A gyógyulás az igen, valószínűleg, de most nincs. Most nem támad engem ez a borzasztó betegség, hanem most nyugtom van. És mindig kell vigyázni arra, hogy ez vissza ne tudjon jönni. És bizonyos dolgokat azért megtanultam, mert a professzorasszony például első hely, amit nem azért, mert az engem meggyógyított volna, vagy segített volna a gyógyulásban, de elküldött egy dietetikushoz, aki elmondta, hogy mi az, amit leginkább kerüljek a táplálkozásban. Nem gyógyultam meg tőle, én azt gondoltam, hogy az immunrendszer az normalizálódik ezáltal, a táplálkozás által. És nagyon sokáig ezt be is tartottam, most már kicsit kezdek romlani néha. De nagyon sokáig, mondhatom, hát ennek most már 23 éve, illetve 22 és fél, hogy pontosan, és mondjuk 15 évig egész rendesen betartottam ezt, hogy nem szabad se ezt, se azt, se amazt. De állítólag a teljes családi konyhát átállította? Hát igen, de mindenből lehet jót csinálni, hogyha az ember megpróbálja jól fűszerezni, vagy jól megfőzni, és miután sokáig nem is dolgozhattam, szóval sokáig otthon voltam, megtanultam azt, hogy hogy kell bizonyos dolgokat elkészíteni, hogy mindenki számára ehető legyen. És tényleg meg lehet tenni. De nem azt mondta a dietetikus sem, hogy soha ne ezt, meg soha ne azt, hanem Általában ne ez legyen a napi táplálkozás anyaga. De egyszer-egyszer azért ezt is meg lehet, meg azt is meg lehet, de nem minden nap. A szegény fekete kávé, amiről én mostanában azt olvasom, hogy nagyon jó a daganatok esetében, arról azt nyilatkozta egy helyen, hogy a doktornőnek meg sem meri mondani, hogy ön egy kicsivel több kávét ivott a napokban, a műtét után ezt néhány évvel nyilatkozta. Ez hogy volt? Most el kell árulnom egy dolgot. Amikor én a második kemoterápián túljutottam, akkor kaptam egy májbetegséget. És azért én állandóan jártam máj kezelésre is a hepatológushoz. És már vége volt, már szintre állítottak, tehát már nem kellett nagyon félnem. De akkor azt mondta az a hepatológus, akihez én jártam, az akkor nyugdíjba ment, és jött egy fiatalabb, egy orvosnő, aki azt mondta, hogy hát az mondja, ez is olyan furcsa, mert azt mondják, hogy ne igyunk kávét, mert az ennek is árt, meg annak is árt. Most meg azt mondják, hogy minél több kávét igyon a májbeteg, annál jobb lesz. Szóval ezt nem lehet tudni. Ezek nagyon változnak a kutatások szerint. Bizonyos kutatások nyilván meghatározzák azt, hogy mit szabad és mit nem szabad, és mennyit szabad, mindent mértékkel, és csak annyit, amennyi igazán kell, és jól esik. A tudomány mai állása szerint mi a helyzet a kávéivással? Nem én leszek az, aki meg fogja mondani, hogy mennyi kávét kell inni, hiszen aki egy kicsit is utána olvas, akkor látja, hogy vannak koffeinre érzékeny, meg koffeinre nem érzékeny emberek. Az sem mindegy, hogy milyen annak a kávénak a minősége, milyen a pörkölés, hogy erről baristák tudnának ódákat zengeni, és az sem mindegy, hogy mivel isszák, hogy tejjel, vagy a nagyon divatos, mondjuk mandula tejjel, vagy mézzel, cukorral. Ugye van, akinél egy szaporaszív működést vált ki. Most, hogyha az egész nap folyamán egy ilyen tahikardia van, az ugye nem jó. Ugyanakkor van, aki már nem tud délután kávét inni, van, aki még elalvás előtt kávét iszik. Vagyis nagyon különbözőek vagyunk, és mindenkinek meg kell tapasztalnia, hogy vele mit csinál a kávé. De nagyon sokan ezzel indítják a napot. Nem tudnak elindulni, ha nincs meg az a bizonyos reggeli kávé. Rákos betegség esetén van valami különös jelentősége annak, hogy iszunk, vagy nem iszunk, és mennyit iszunk? Azt gondolom, hogy ezt a művésznő mondta el nagyon-nagyon jól. A tiltások, azok mindig egyenre szólók kell, hogy legyenek, és nem lehet valakit folyamatosan tiltani. De vannak olyan esetek, amikor nem jó, hogy valaki öt kávét iszik. De van, aki az öt kávéval is nagyon jól van. Nem gondolnám, hogy a kávé és a daganat között nagyon szoros kapcsolatot kell létrehoznunk, de minden irodalmat meg lehet találni, akár pro, akár kontra, de ez nem csak a kávéra vonatkozik. Beszélhetünk akár a vörösborról is. Nekem a kígolyóban a dietetikus azt mondta, sőt, fel is volt írva a papírra, soha nem felejtem el, hogy egy-két pohár kávé kimondottan ajánlott az én esetemben is. Nyilvánvalóan, hiszen a bélműködésnek a karbantartására a kávé nagyon jótékony hatással tud lenni.
Térjünk még vissza egy picit arra a napra, vagy arra a pillanatra, hogy mennyire tud visszaemlékezni, amikor kiderült a diagnózis. Mert én magamról tudom, hogy nem akartam hinni a szememnek, tehát én biztos voltam benne, hogy negatív diagnózist produkálok, hiszen 7 évvel korábban ez megtörtént, és ez hiba volt, hogy nem 5 év után mentem, hanem 7 év után. És az első sok után én sírtam, káromkodtam, nagyon rosszul viseltem. Ön hogy viselte? Én minden évben jártam szűrésre. Az én lakóhelyemhez legközelebb eső helyre. És mindig eleinte kaptam értesítést, aztán már nem értesítettek, akkor magamtól jelentkeztem mindig be. Egy alkalommal szokatlan módon azt mondták, hogy akkor most még egyszer jöjjek be, mert szeretnének még egy ultrahangvizsgálatot csinálni. Ilyen addig nem volt soha? De volt néha. Csinálták a mammográfiát és az ultrahangot is, és volt egy nagyon idős orvos, egy halatlan, szimpatikus idős orvos, sose felejtem el a nevét, Péntek volt a vezeték neve. És egy a Robinsonban. Az megnézte, és nem mondott semmit, csak azt mondta, hogy jó, köszöni szépen, és visszahívtak. Az már nem tetszett nekem, hogy visszahívnak, még sose hívtak vissza. Mi a csodát akarnak, még egy ultrahangot. És akkor beküldtek egy doktornőhöz, aki hallatlanul ellenszenves és nagyon rossz módon azt mondta, hát igen, hát a professzor úrnak igaza volt, hát magának meldaganata van, hát azt meg kell csinálni, azt le kell. És én egyáltalán nem számítottam. De olyan gorombán mondta ezt el nekem, hogy egy nem, hogy kis megértés nem volt benne, de egyáltalán nem volt semmilyen megértés benne. És ezen én úgy meglepődtem, mert gondoltam, hogy valami együttérzés, vagy valami mégiscsak kell valakiben legyen, aki ezt közli azzal az emberrel, aki erre nem számít, és esetleg érzékeny rá. És sose felejtem el, hogy én nem ismertem senkit, aki ilyen sebészettel, vagy ezzel foglalkozik, hogy mit lehet ezzel. Azt se tudtam, mit kell csinálni. Még akkor nem vettek a kórházban biopsziát, ő megmondta, hogy legtöbb daganatos nőt hová szokták küldeni, és én elmentem oda, de ott nem lehetett csak úgy bemenni, illetve hát időpontot kellett megbeszélni, de nem lehetett csak úgy oda menni majd a műtétre, hanem előtte újra el kellett menni abba a rendelőbe, ahol ezt felfedezték, és biopsziát kellett ott venni, és azt így elvinni a Budakeszi úton, vagy a Budakeszin levő rendelő. Kinek kellett ezt fizikailag? A sebésznek. Ön vitte? Én vittem. És azt ott nekem a Kapás utcában mondjuk kivették a biopsziát, ideadták, és mondták, hogy irány a kórház. És akkor elvittem a kórházba, azt mondták, jó, köszönjük, 2 óra múlva műtét, szóval. És ez egy hajnali november, egy szörnyű napon történt, amikor sötét volt, esett az eső, és hajnal volt, és jó, hogy velem volt a férjem, aki mindenben segített. És akkor elmentem, és ott már egy nagyon kedves orvos fogadott, és aztán megcsinálta a műtétet. Így kezdődött. De amikor lelkileg ez alatt hogyan, milyen állapotba került? Szörnyű. Mennyire tudta magát fegyelmezni? Szörnyű állapotban. Nem sírtam, vagy nem hisztisztem, semmi, csak őrült rossz állapotban voltam. Szóval a félelem állapotában. Utána megcsinálták a műtétet, és a műtét után a Svasti Csegon, aki csinálta a műtétet, az nagyon értelmesen és nagyon jól érthetően elmagyarázta nekem, hogy ezek a daganatok, ezek olyanok, hogy van néhány daganat, és aztán szünet. Aztán megint jön. Aztán megint van egy kis szünet. Tehát kell egy nagyobb műtétet csinálni, mert az az egy pici, amit ők megcsináltak nekem, az még nem biztosíték arra, hogy nincs mögötte, vagy mellette, alatta, nincs még más néhány. Svasti Csegon doktor meg lett hívva erre a beszélgetésre, sajnos nem tud részt venni, mert elutazott. Azt olvastam, ő a csökkentett radikalitású emlőműtétek egyik hazai propagálója és fő bevezetője. Ugye ez magyarul annyit jelent, hogy meg tudják kímélni az emlőt a műtét során? Ugye az emlőműtétek, amikor elkezdődtek, nem véletlen, hogy Szent Agáta a védőszent, hiszen ott vannak azok a részkarcok, ahol egy szörnyű eszközzel ugye levágják a mellét, és aztán nagyon sokat fejlődött ez a technika, ma már az onkoplasztikus emlősebészetről beszélünk, és lehetőleg megtartják a sebészek az emlőt. De mindenképpen el kell mondani, hogy ez egy csapatmunka, hiszen vannak olyan esetek, amikor elsőre nem megtartják az emlőállománya, ilyenkor jön a klinikai onkológus, és előkezeli a beteget, megkisebbíti a daganatot, megszelídíti. Ez a kemoterápia és a sugár?
Nem csak kemoterápia lehet, ez lehet akár egy endokrin terápia, egy hormonszint csökkentő terápia, és ott vannak a biológiai terápiák is, tehát kemoterápia, biológiai terápia, kombinációja. Az endokrin terápia mit jelent? Az endokrin terápia, ahogy mondottam, volt az a hormonszint, ugye a nőknél az emlőrák kialakulásában az ösztrogénnek van szerepe, és ha a patológus azt írja le, hogy ez a daganat egy úgynevezett hormonfüggő, tehát az ösztrogén szint az elősegíti a daganatnak a növekedését, akkor manipuláljuk ezt a szintet, és csökkentjük, és hogyha megvonjuk az ösztrogént, akkor a daganatnak a mérete is csökkenni fog. Tehát van, amikor hosszú hónapok telnek el odáig, hogy a beteg műtétre kerül, de sokkal kedvezőbb állapotban tudjuk a sebészhez irányítani a pacienst. Ezért fontos az, hogy ugye onkotím döntsön, tehát az nem fordulhat elő, hogy egy radiológiai lelet ismeretében egy műtétet végezzenek, hanem ennek a menetét, hogy milyen lépések követik egymást, az onkotím határozza ma már meg. Mindjárt még rákérdezek az onkotímre, de előtte azért mondjuk el azok kedvére, akik nem tudják esetleg, hogy a biopszia és magyarázatra szorul, hogy pontosan micsoda, illetve ezzel összefüggésben ugye van a patológus, tehát ez a két dolog, hogy kapcsolódik össze, és pontosan mit jelentenek? A képalkotó szakember, aki a mammográfiát végzi, ő az alapos gyanúját tudja leírni a daganatnak. De hogy annak a daganatnak milyen a biológiai viselkedése, ehhez mintavételre van szükség. Ugye a mintavételnek két formája van, a vastagtűs biopszia, meg a vékonytűvel végzett, amikor sejteket vesznek, ugye ez a citológiai vizsgálat. Amikor ugye szövet minta kerül kivételre, ekkor jön a patológus, aki elmondja, hogy milyen ennek a daganatnak a biológiai viselkedése. És akkor említette az előbb az onkotímet, ez már a Judit idején is volt onkotím? Nem emlékszem rá, hogy lett volna. Sőt, még az a... 2000-ben kezdődtek már az onkotímek. Ugye nálunk már az egyetemen azért működött onkotím. Én nem tudok róla. De abban én nem voltam beavatott, úgyhogy lehet, hogy volt, de nem kellett engem abba beavatni. Én azt hittem, mielőtt megműtöttek, hogy majd behívnak az onkotím elé, és ott megbeszéljük, hogy hogyan tovább. Persze erről nem volt szó, nélkülem zajlott az egész, és tulajdonképpen mi történik itt, és kikből áll egy onkotím? Az onkotím sok szakmás együttműködés. Ugye nyilván ott kell legyen a radiológus, aki elmondja, hogy az emlőben hol helyezkedik el a daganat, ad információt arról, hogy túllépte az emlőt, és a környező nyirokcsomókban is már van gyanúja annak, hogy áttét van. Ugye a patológus, aki a kivett biopsziát elemzi, a daganatnak a biológiai viselkedéséről ad információt. Ahogy említettünk, receptorstátuszt határoz meg, a daganatnak az osztódási képességét is meg tudjuk mondani. Vannak nagyon gyorsan osztódó daganatok, és vannak nagyon-nagyon lassan növekvő daganatok. Nyilvánvalóan ez fogja megszabni majd, hogy milyen gyógyszeres kezelés lesz. És ha tudjuk azt, hogy ez csak az emlőre lokalizálódó, nagyon lassan osztódó daganat, akkor nyilvánvalóan jön a sebész, aki a műtétet fogja elvégezni. És hát így történik meg a döntés, hogy összegyűjtjük azokat az információkat, hogy képesek legyünk meghatározni azt, hogy egy előkezelésre van szükség, vagy műtétre van szükség. Hogy egy korai daganatról, egy lokálisan előre haladott daganatról, vagy már egy szervi áttéteket adó daganatról beszélünk. Amikor Judit oda került Magdolna elé, akkor ugye az embert legjobban az izgatja, hogy mik a kilátásai. Ugye az orvosok erre azt mondják, hogy mi a prognózisa ennek a daganatnak az ön esetében. Mi volt a kilátás, ugye a prognózis orvosi nyelven? Hát ez volt az első kérdésem, hogy ezt túl lehet élni? És hát az nagyon nagy megnyugtatás volt számomra, hogy azt mondta Magdolna, hogy igen, túl lehet élni. De végig kell csinálni. És azt az emberek általában nem tudják, ezt azért el kell mondani. Mindenki azt hiszi, hogy van egy daganat, itt vagy ott vagy amott, mondjuk egy melldaganat, azt megpróbálják onnan kivenni, kiveszik, összevarják, meggyógyul a seb, és kész. De nem, mert akkor jön a java. Tehát akkor kezdődik tulajdonképpen a terápia. Az még egy évig eltart, amíg túl lesznek a kemoterápián, a radiológián, a sugárkezelésen. Tehát bármi, ami kell, amit én nem tudok. Én örültem neki, hogy végül is egy fiatal és ambiciózus orvoshoz kerültem, és tetszett nekem, hogy ő ezt láthatóan nagyon komolyan veszi, nem engem, hanem azt, amit ő csinál, amivel foglalkozik. És rengeteg segítséget nyújtott nekem az, hogy
hogy mindent elmondott és elmondtak az ő környezetében lévő nővérek és az ő segítsége, hogy nekem hogy kell ezen túl ehhez viszonyulnom. Na most az első kemoterápia az nagyon rossz. A második is az meg még rosszabb, nem annyira rossz. Infúzióban kaptam? Infúzióban kaptam, de a harmadikat már nem kaphattam meg, mert akkor elkapott egy májbetegség. Ez és összefüggésben volt a kemoterápiával? Nem, semmi köze nem volt hozzá, és senki nem tudja, hogy honnan jött, amit egy olyan májbetegség, amit csak vérrel lehet kapni. Mai napig nem tudjuk, hogy ez mitől volt? Nem. És nem gyógyítható. 17 évig éltem így ezzel a betegséggel, és a 17. évben néztem a televíziót este, és azt mondták, hogy a hepatitis C gyógyszerét kitalálták. Mert 89-ben fedezték fel ezt a vírust, nekem az alatt, az idő alatt két barátom meghalt ebben a betegségben. De én nekem ráadásul olyan szerencsém volt, hogy olyan orvosokhoz kerültem, akikben bíztam, és akikben nem hiába bíztam, mert tudtak rajtam segíteni. A Nemesánszky Elemér, aki egy fantasztikus hepatológus volt, fogalmam nem volt róla, hogy mi az a betegség, amit gyógyítani kell majd, és azt se tudtam, hogy gyógyítani kell. Csak azt tudom, hogy elmentünk síelni, rossz volt a májfunkcióm, és megnéztünk mindent, amit csak lehetett. CT-t bedugtam abba, mibe, az MRI-be. Igen. És mindent megnéztünk, és semmi nem mutatta azt, hogy nekem különösebb májbetegségem lenne. Tehát nyilván nem volt még ellenálló képessége a szervezetemnek. Elmentünk síelni, és a síelés isteni volt minden, nem volt nagy étvágyam, de a harmadik napon gyönyörű napsütésben azt éreztem, hogy gyenge vagyok, és inkább lefeküdnék. Délutánra felment egy kicsit a lázam, egyre nehezebben tudtam felállni. Szombaton hazamentünk, felhívtam a házi orvost, és mondtam, hogy ne haragudjon, de azt hiszem, hogy hétfőn be kell majd mennem, mert ez meg ez történt, azt mondja, nem hétfőn, most menj be. Én mondtam, szombaton. Szombaton felhívtuk Dank Magdolnát, és azt mondta, hogy most. És bementem, akkor már nem tudtam kimenni, akkor kaptam egy széket, ahol betoltak, akkor már nem tudtam kimenni a zuhanyozóba, és ott minden vizsgálatot megcsináltak a Magdolna osztályán, és nagyon sok idő eltelt, amíg kiderült, hogy nekem hepatitis C-m van, amire akkor még nem volt gyógyszer. Az a Nemesánszky Elemér, aki a hepatológus volt, aki egy fantasztikus ember volt, aki nagyon zord arccal fogadott engem, és mondta, amikor akkor kaptam a Kossuth díjat. És azt mondta a Nemesánszky Elemér maga, hogy mondtam, hát azért jöjjön be a kórházba, be kell feküdni. Azt sem tudtam, hogy miért, én nem tudtam, hogy mi az a hepatitis C. Azt sem be kell feküdni. Mondtam, hogy igen, de most 15-e jön március, elmehetek felvenni a Kossuth. Én a maga helyében nem a parlamentbe szaladgálni, hanem befeküdnék a kórházba, és körülbelül ezen a hangon ment sokáig, amíg el nem kezdtem a kezelésére. De elment az átvételre. Azért, mert hétvégére esett, amikor ő berendelt, hogy befeküdjek, és akkor kiszöktem, szabályosan kiszöktem a kórházból, elmentem, átöttem, és visszamentem a kórházba. De akkor úgyse volt, úgyse történt semmi, a hétvégén nincs ott senki. De amint nekem elkezdett hatni a kezelés, amit ő végzett rajtam, abban a pillanatban kezdett jobb és kedvesebb és aranyosabb és barátibb és egy tüneményes emberré vált a végére, mire sikerült szintre állítani ezt az egészet. És a Magdolna pedig csinálta végig azt az egy évet, amíg én járkáltam oda, és mindig küldött azokra a kontrollokra, amikre el kellett menni, és amikor ennek vége volt, akkor is még járkáltam, mert kontrollokra kellett. Először havonta, aztán negyed évente, aztán fél évente, aztán évente, és most kérde mennem megint. Mikor volt utoljára? Hát egy jó másfél évvel ezelőtt, egy év. Ez így rendben van? Most már a másfél év belefér. Ez a műtét után pontosan mennyivel volt? 3 hónappal, 4 hónappal. 3 hónappal a műtét után ön már elment síelni? Persze, hát én közben dolgoztam. Hát azt tartott életben, hogy a kemoterápiának a hatása az egy hétig mondjuk eltartott, hogy az ember vacakul érezte magát, nem mondom. Hány inger, stb. Minden, igen. De utána addig a 2 hétig, amíg a következő kemo nem jött, addig lehetett bármit csinálni. Tehát az nem olyan, hogy akkor az ember beteszi magát a nem tudom mibe, a paplan alá, és azt mondja, hogy hű, én beteg vagyok. Sőt, azt tartja az embert életbe, aközben megpróbál valami olyan
munkát, valami olyan feladatot találni magának, ami érdekli, amivel szívesen foglalkozik. Lehet az családi, lehet az bármilyen más feladat, amit szívesen csinál, amiben úgy érzi, hogy szükség van rá. És itt jön be a varázsfúvala például. Igen, itt jött be, de az már hónapokkal később. De hogy jön be a varázsfúvala? Hát úgy, hogy az is hozzátartozik, hogy akkor abba hagytuk a kemoterápiát, és sugárkezelést a májbetegség miatt. Igen, és sugárkezelést már nem kaptam. Viszont kaptam egy olyan kezelést, ami infúzióban hetente egyszer kellett bemennem. Azt hiszem én kaptam először egy éven keresztül az országban. De a májamra viszont olyan kezelést kaptam, ami szörnyű volt. De életben maradtam, és szintre sikerült hozni egy borzalmasan nagy vírusszámot, amivel lehetett élni. Vannak nehéz pillanatok, ugye Nemesánszky professzor úrhoz Judit úgy került, hogy az első vizsgálat, amikor arra gondoltunk, hogy lehet hepatitisz, az negatív lett. Ugye nagyon sokan azt mondták nekem, hogy én nem veszem észre, de biztos, hogy áttéte van. És kezemben volt több képalkotó vizsgálat, beszéltem a nagyon tapasztalt kollégákkal, akik azt mondták, hogy nincsen máj áttéte. Tehát ott volt a negatív lelet, hogy nincsen hepatitisze. És hogy hát ugye említettük, hogy akkor azért én még nem voltam egy, tehát ugye agyunktus koromban, fölhívtam Nemesánszky professzor urat, hogy én azt gondolom, hogy a művésznőnek mégiscsak májbaja van, és nem pedig áttéte. És hát, hogy mondta, hogy ilyen zord formában, hogy biztos, hogy ez gondolom, professzor úr, biztos, na jó, akkor küldj el. És utána ismételték meg a vizsgálatot, és akkor derült ki, hogy tényleg egy hepatitis C infekció van, akkor kellett pörögni rendesen, hogy kell egy kezelés. Akkor még az a gyógyszer, az a biológiai terápia csak az áttétes betegeknek állt rendelkezésre. És egy-két közleménybe írták, hogy korai esetben is nagyon ígéretes, és úgy tűnik, hogy majd ez lesz a jövő. És hát nagy levegőt kellett venni, és beadni egy méltányossági kérelmet, hogyha nem tudom megadni azt a kemoterápiát, amire szükség van, akkor adjuk meg ezt a gyógyszert. Megadták, és tényleg a művésznő volt az első, aki ugye korai emlőráknál. Nem véletlenül mondja, hiszen napjainkban egy évig adjuk ezt a kezelést, és akkor addigra már megjelentek az első közlemények, amik arra utaltak, hogy egy évig kell adni, és így kezeltünk. Sugárkezelést is kapott? Az már nem, akkor már kiderült ez a hepatitis, és akkor már nem lehetett. Nem lehetett. Uh-huh. 17 évig tartott, de akkor már szinten volt ez a vírus szám, amivel el lehetett volna érdekelni, de kinyitottuk a televízió, a híradót, és azt mondták, hogy a 89-ben, 1989-ben felfedezett a hepatitis C-nek, most találták meg a gyógyszerét. És én másnapra egyébként is be voltam rendelve, mert a Nemesánszky elemér nyugdíjba ment, és egy utolsó vizsgálattal át akart engem adni az utódjának. És bementem, és mondom, hogy tegnap mondták a hírekben, azt mondták, hogy igen, de az még messze van innen, de fogunk kapni, különböző kórházak kapnak majd olyan teszt csomagokat, amit ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg nem tudom én milyen, és akkor egy menet már lement, és találkoztam olyanokkal, akik túl voltak egy ilyen tesztmeneten, és tökéletesen meggyógyultak. És akkor egyszer csak rám is sor került, és megkaptam ezt a 3 hónapig tartó, semmilyen mellékhatással nem járó kezelést. Azóta is jól van? Hála a jó Istennek, igen. És akkor, amikor a májkezelésem is tartott, meg az infúziós herceptin kezelésem is, ez igénybe vette az egész hetemet, na. És akkor azt gondoltam, hogy hát és itt fogok ülni, mert a májkezeléstől depressziós voltam, étvágytalan voltam, utáltam a világot, meg mindent 3 napig. 3 nap múlva már jól voltam, és mehettem akármit dolgozni. De addig, és akkor gondolkoztam rajta, hogy tudnék olyat csinálni, amihez nem kell ugrálni, nem kell szaladgálni, mert volt egy ilyen periódus is, amikor nem nagyon lehetett nekem izegni, mozogni. És akkor elhatároztam, hogy csinálok egy olyan lemezt, amihez nem kell tőlem külön felvétel, csak valami nagyon egyszerű, mondjuk beszédfelvétel, azt könnyebben csináltam. És akkor kitaláltam, hogy a varázshugolát az egy olyan érdekes, izgalmas, mert akkor élt Janikovszky Éva, és mondtam, hogy itt egy baj van, hogy ez olyan nehéz mese, ezt hogy értik meg a gyerekek. És akkor a Janikovszky Éva azt mondta nekem, hogy olvasd el a Tótfalusi István opera mesék című kötetét, és abban majd meglátod, hogy kapsz hozzá segítséget. És tényleg elolvastam, abból kivettem egy részt, kivettem a saját mesélő kedvemből egy részt, és kivettem magából a varázsról a szövegéből, és azt összetettem, és abból kitaláltam az egészet, hogy lehet ezt úgy a gyerekeknek
embereknek, hogy kedvük legyen meghallgatni. És hát meg is hallgatták, mert éppen most néztem meg, nem tudom, tudja, hogy a YouTube-on hol tart ez a meghallgatás. 120 ezer, hát ami egy komoly zenei műesek, egy óriási szám, és van egy másik oldal, ahol meg valami 40 ezeren, tehát ha összeadom, akkor 160 ezeres néző, vagy hallgatótábora van ennek a varázsfúvolának, és akkor ez csak lemezen létezik, soha nem adta elő közönség előtt. Nem, hát az nagyon komplikált lenne, mert nekem szerződésem volt a Hungarotonnal, akiknek megvolt az a varázsfúvola felvétel, amit én fel tudtam használni, amit ők odaadtak, és azt választottam ki belőle, amit én akartam, ami nekem kellett. Ezt nagyon boldogan csináltam, és úgy éreztem, hogy ez nagyon fontos és nagyon izgalmas, ahogy én ezt megcsináltam. Még a varázsfúvoláról annyit, hogy elárulta, hogy a fotón nem a saját haját hordja még. Hát igen, hát ebben is segítséget kaptam, mert a professzor asszony tudta, hogy ki fog hullani a hajam, és azt mondta, hogy ezt próbál. És kipróbáltam, és aztán mielőtt én vettem volna parókát, volt egy paróka, amiről tudtam, hogy ha hirtelen baj van, akkor az gyorsan feltehetem. Egyrészt, másrészt pedig én féltem a parókától. Én színész vagyok, és rengeteg parókát viseltem az életemben, de egy dologtól féltem, a gyerekek minden hazugságot és minden álságos dolgot észrevesznek. És gondoltam, hogy felhúzom a parókát, mert akkor koncerteztem már bőven. És felhúzom a parókát, tehát ezt észre fogják venni. Volt egy nap, amikor a Tűzoltó utcába behívtak engem olyan gyerekekhez karácsony előtt, az az utolsó koncertnapon volt, akiket nem engedtek hazamenni éppen a leukémes, nem tudom, szóval milyen daganatos gyerekek voltak, akiket bentartottak, és megkértek, hogy menjünk be oda. És ránk húzták azokat a cipőre, amit kell, hogy hívják azt, ami egy ilyen, ránk húzták a lábzsákot, bementünk. Nehogy fertőzést vigyenek. Így van. És ott volt 15 gyerek, engem elküldtek a nővér vagy főnővér szobájába, hogy ott öltözzek, hogyha akarok, akkor ott tegyem le a holmimat, és oda bementem, és én is a kemoterápia alatt voltam akkor. Akkor kezdődött ez az egész, és még megvolt a hajam. És mondtam ott, már nem mondom meg, hogy kinek, mert nem szép a történet, hogy én is pont kemoterápia alatt vagyok, azt mondja, tényleg a főnővér is, mondta. Nevetve, hát nem esett jól, hogy úgy mondjam. De bementünk, és a gyerekek ott feküdtek, és olyan nagyon szomorú volt. És elkezdtünk énekelni, és a gyerekek úgy lassan-lassan, a negyedik dalnál már mosoly született az arcukon, és az ötödiknél már elkezdtek ők is néha énekelni. És az nekem olyan fantasztikus élmény volt. Ezután a Tűzoltó utcai előadás után még volt egy koncertünk Kőbányán, és elmentünk a kőbányai közösségi házba, és hazamentem, a kettő között volt annyi idő, hazamentem, megfésőködtem, és nem maradt egy szál hajam se jóformán, itt valami alul. És akkor előkaptam a parókát, és mondtam, hogy hát a gyerekek vagy észreveszik, vagy nem, de hát muszáj parókát vennem. És elmentem, és a zenekar meglátott engem, és mi van? Neked volt időd fodrászhoz menni? Mondtam, hát ezek közelről látnak engem, hát ha ezek nem veszik észre, akkor talán a gyerekek se fogják. És így történt, hogy az első parókás előadásomat megcsináltam, nem vették észre. Hát ez a része, tehát, hogy a koncertig kitartott a haja, szerintem ez nagyon-nagyon szép történet. Magdolna Judit betegsége alatt, előtt vagy után, színpadon, koncerten, bármilyen egyéb előadáson látta Juditot gyakran? Természetesen nekünk nagyon intim pillanataink voltak, ugye a Vörös Postakocsiban, amikor tudtam, hogy kijön, és megmutatta magát nekem, és akkor én így bólintottam, hogy minden rendben van, és az egy nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy én tudtam, hogy ez nekem szól, senki más rajtam kívül nem tudta. Tehát a szemkontaktust fölvették? Ez mindig megvolt, és hát ugye a legnagyobb rajongója ugyanabban a hónapban, ugyanazon a napon született fiam, aki a diagnózis idején 4 éves volt, úgyhogy mi jártunk Halász Judit koncertre. A mai napig ezt a közös születésnapot megünneplik együtt, és mi küldenek egymásnak üzenetet. Azért azt hozzáteszem, hogy azért nem hagytam fel azzal, hát ugye minden héten jártam be a klinikára, a Herceptin infúziókra egyrészt, másrészt pedig hetente, vagy nem, már nem emlékszem rá pontosan, hogy mennyi időnként, de állandó kontroll alatt voltam.
Tehát kellett szív ultrahang, kellett mindenféle vizsgálat kellett közben, meg néha csontot ellenőriztek, ugye? Csontizatok is. És az ember olyan könnyen felejti azt, ami jól végződött, látod? Ez a jó. Igen. Na most, amikor nekem tartott a betegségem, és nagyon aktív volt, akkor azon gondolkodtam, hogy milyen nehéz, próbáltam belehelyezkedni az orvosaim lelki állapotába, hogy milyen nehéz lehet közölni egy-egy rossz hírt, és hát némelyik nagyon jól, mások kevésbé emberségesen oldották meg, de a többség jól, hogy vannak erre olyan módszerek, amiket önök tanulnak, hogy hogy kell közölni egy ilyen hírt, az egyetemen tanulják, vagy utána továbbképzésre, vagy hogy van ez? Amikor én végeztem, akkor még nem volt kommunikációs tanfolyam, vagy nem volt kommunikációs gyakorlat, ma már szerencsére van. Én nagyon fontosnak tartottam akkor, hogy a mentálhigiénikus képzést megcsináljam. Nagyon nehéz ezen az oldalról is elmondani, hogy megrövidül az élet. Vannak szófordulatok, amiket, ha az ember nem klisé formában használ, átsegíti azon, hogy közölni kell egy rossz hírt. Tud ilyen szófordulatot példaként idézni? Nyilvánvalóan, amikor valaki azt mondja, hogy és most fog meghalni, és tudom, hogy nagyon rövid idő van hátra, akkor azt mondom, hogy sajnos a naptári éveiből számított túlélés az nem lesz meg. De mindent megteszünk azért, hogy ez a lehető leghosszabb legyen. A másik dolog, amit nagyon nehéz kezelni, amikor statisztikát kérnek a páciensek. Van, akinek meg kell mondani. Volt olyan vállalkozó betegem, aki azt mondta, hogy de most kezdett vállalkozásba, hitelt vett fel, neki tudnia kell. És ott bizony meg kellett mondani azt a statisztikát, ami jellemzi azt a betegséget, de ez is nagyon nehéz. Mert hogyha lerajzolunk egy ilyen görbét, akkor azt lehet mondani, hogy van egy 10%, aki már nem jut el hozzám, hiszen jóval hamarabb eltávozik. Akkor ugye a görbének van ez a kalap része, oda tartozik a 80%, de megint van egy 10%, aki minden statisztikán túl tud teljesíteni. És annyira jó, amikor valaki ide akar tartozni. Mennyire gyakori, hogy megkeresik önt betegek végső kétségbeesésükben, tegyük fel, hogy már reménytelennek tűnik a helyzetük, azzal, hogy látták, hallották a tévében, újságban, olvasták, hogy létezik valamiféle különleges gyógyszer, ami ugyan kísérleti vagy teszt stádiumban van, de ők ragaszkodnak ehhez, és mindenképpen, még ha kísérlet is, ők ezt akarják kapni, mert ettől úgy tudják, hogy biztosan meggyógyulnak. Ilyenkor mi a teendője egy komoly tudós embernek? Ez egy teljesen természetes dolog, hogy a családtagok, barátok, ismerősök, hogyha meghallják azt, hogy meggyógyul a rák. Ugye ez pár havonta bekerül a köztudatba, hogy megtalálták a ráknak a gyógyszerét, akkor akár engem megkeresnek, akár az egyetemet megkeresik, hogy hogy lehet ehhez hozzájutni. Ugye mi is törekszünk bekerülni olyan klinikai vizsgálatokba, ahol a nagyon ígéretes gyógyszerekhez hozzá lehet juttatni egy pácienst. És hát ott van az a helyzet, amikor a hagyományos gyógyszerek nem hatnak, akkor teljesen jó szívvel visszük be ezeket a pácienseket a klinikai gyógyszervizsgálatokba, hiszen új hatásmechanizmusú készítményekhez lehet hozzájutni. És persze hát vannak azok a hírek, amikor nem lehet még hozzájutni ehhez a készítményhez, vagy állatkísérletes fázisban van. Nem mindig könnyű elmagyarázni, hogy attól, hogy ez az egereken hatott, vagy a tengeri malacokon hatott, még egyáltalán nem biztos, hogy ebből a molekulából, vagy ebből a mérnöki fejlesztésből gyógyszer vagy orvostechnikai eszköz lesz. Mennyire tolerálják a betegek? Nyilvánvalóan ilyenkor mindent megpróbálnak, elmennek, meghallgatnak több véleményt, de ez így természetes. Na most nagyon érdekes volt a számomra, amikor ön egy újságnak nyilatkozott, és még jó régen, betegsége után néhány évvel, ön azt hitte régen, hogy nem nagyon kell ezzel az egész témával foglalkozni a cikk szerint, mert hogy ez a női ágon nincs jelen, már pedig önöknél úgy tudom, hogy nem volt jelen, csak apai ágon volt valaki rákos, akkor ezt ön nem kaphatja meg. De az is kiderült az ön számára, hogy ez apai ágon is áthatat, ugye nem mellrákot, de mindesetre a rákos daganatnak valamilyen megjelenése ebből is adódhat. Tehát hogy van ez? Nem gondoltam, hogy nem kaphatom meg, de én azt hallottam, hogy a női daganatok azok női ágon öröklődnek.
És az apai ágon nem nagyon. Anyai ágon igen, öröklődnek, de apai ágon nem. És ilyen meldaganat féle az én anyai ágamon senkinek nem volt. Viszont apám családjában sok. És úgy meglepődtem, amikor kiderült, hogy én gondoltam, hogy nekem akkor biztos nem lesz, mert anyáméknál ilyesmi nem volt. Volt más daganatos betegség, az igaz, de meldaganat vagy női daganatos betegség az nem. És akkor én azt gondoltam, hogy a papáiknál volt, de hát az egy egész más dolog. Ennyi volt. Én azt gondoltam, hogy akinek apai ágon voltak ilyen elődjei, vagy rokonai, azoknak kevesebb a sanszuk arra, hogy megkapják ezt a betegséget, meldaganatot, vagy női daganatos betegséget, mint azoknak, akiknek anyai ágon voltak felmenői. Orvosi szempontból ezt hogy látja? 2000 környéken nem is beszéltünk erről olyan nagyon sokat, hogy családon belül előforduló daganat. Talán Angelina Jolie-nak a példája volt az első, amikor ezt a sajtó is fölkapta. Ami hogy is szól pontosan? Ami arról szól, hogy ugye az ő édesanyja daganatban hal meg, és ekkor irányítódott rá jobban a figyelem erre az úgynevezett BRCA génekre, ugye ez a breast cancer related gén mutáció csírasejtes formában, és hogyha valaki ezt a mutációt hordozza, akkor jelentősen megnő annak a rizikója, hogy ő meg fogja tapasztalni az élete folyamán, hogy mit jelent ez a betegség. És ennek volt jó, meg volt rossz oldala is, hiszen ugye ő elvégeztette magán profilaktikusan az emlőmirigyállománynak a levételét, és mind a két petefészkét, ugye a nexumokat eltávolították. És akkor megint átestünk a lónak a másik oldalára, mert az lett a kommunikáció, hogyha neked BRCA mutációd van, és nem veteted le a melledet, nem veteted ki a petefészkeidet, akkor te nem jól éled az életedet. És azért ez nem így van, hiszen egy genetikai tanácsadásnak kell megtörténnie, és mindenki eldönti, hogy egy fokozott szűrést vállal, vagy pedig aláveti magát ezeknek a megelőző műtéteknek. Itt kerül be ez a fogalom, hogy a jól felvilágosított egyén, hiszen ők nem betegek attól, hogy egy csírasejtes génmutációt hordoznak. És ma már arról is beszélünk, hogy ugye ott van a férfi emlőrák, és a BRCA mutáció nem csak petefészekrákban, nem csak emlőrákban, hanem például prosztatadaganatoknál, hasnyálmirigydaganatoknál is előfordulhat. Tehát egyre többet tudunk arról, hogy mi az, ami örökletes formában továbbadódhat. És semmiképpen sem szabad ezt erőszak formájában vinni, mint ahogy az sem, hogyha valaki nem akarja meghatároztatni, hogy ő hordoz egy ilyen mutációt, hogy beleerőltetni abba, hogy ezt meghatározzák. És itt megint csak a szülői felelősség, amikor egy anya BRCA mutációt hordoz, és az ő 16 éves lányának meg akarja határoztatni, és meg is határoztatja, és a gyereket ezzel szembesítik. Egy kamasz nem alkalmas arra, ugye abban a korszakban kell ismerkedni, a párkapcsolatnak kialakulni, hogy azzal szembesítsék, hogy igen, majd akkor neki lehet profilaktikusan eltávolítani a mellét, meg kivenni a petefészkeit. Tehát itt is van egy szülői felelősség is, amikor úgy viszik el egy ilyen vizsgálatra a kamasz gyereket, hogy az orvos határozottan azt mondja, hogy ez még nem az a kor, hogy ezt megcsináltassuk, és dönthesse ő el, hogy akarja-e tudni, és fogadjuk azt el, hogyha valaki nem akarja tudni, mert ez a szabad akarat és a szabad döntés, akkor, ha kellően és jól felvilágosított az egyén, és tényleg saját maga dönti el, hogy hogyan tovább. Ha Angelina Jolie példájánál maradunk, aki ugye levetette a melleit, ugye, ami nincs, az nem betegedhet meg alapon. Ennek alternatívája lett volna az, hogy ő mondjuk egy nagyon szoros követéssel, nem tudom pontosan milyen időközönként kell, de állandóan szűrheti magát, akkor meg tudja előzni ezt a dolgot? Megelőzni nem lehet. Nem megelőzni, vagy csak el lehet nagyon kapni korai, hamar. Nagyon korai stádiumban észre lehet venni. Nekem vannak olyan betegeimtől megörökölt lányok, akik egyáltalán nem akartak preventív műtétet, és van olyan, akit már 20 éve követünk, és nem alakult ki a betegség. Hát ezért ezt előre nem lehet megmondani, azt tudjuk megmondani, hogy a rizikója nő meg, és legyen már szabad akarat eldönteni, hogy valaki mit választ. A másik, amit említett, ami nagyon érdekes, ezt Judit is ebben a bizonyos cikkben elmondta, ami nekem azért, már hallottam róla, de nagyon meglepő, hogy férfiak is kaphatnak emlőrákot. Miért ne kaphatnának? Ez milyen jellegű, hát egy nőhöz képest? A férfi
emlőrák. Hát ott van a mirigyállomány. Attól, hogy nem egy női típusú emlő, és most nem ugye a ginekomasztiáról beszélek, akkor mikor megnagyobbodik a férfi emlő, és ugye látunk azért olyan férfi melleket, hogy szinte melltartót vehetne föl, de ugyanúgy van mirigyállomány. Ennek lehet például hormon probléma, az ösztrogénnek a megszaporodása, de ezen lehet segíteni. Akár műtöti úton is el lehet mirigyállományt távolítani és visszaállítani a férfias emlőt. Tehát ugyanúgy zajlik a férfi emlőráknak is a kezelése. Ugyanúgy van műtét, ugyanúgy van kemoterápia, ugyanúgy van hormonterápia, vagy ugyanúgy van biológiai terápia, vagy bizonyos esetekben immunterápia, attól függően, hogy milyen a daganatnak a biológiai viselkedése, és melyik ellátásra van szükség. Nyilvánvalóan töredéke a férfi emlőrák a női emlőráknak, de ugyanúgy érinthet egy férfi beteget is. Az ön családjában ez az egész rák dolog, ez mennyire, vagy olyan szempontból, hogy mennyire felvilágosult a család, hogy eljárnak-e most a gyermekek, vagy a férje eljárnak-e szűrésre, mennyire élnek egészségtudatosan? A férjem eljár, a gyerekek még nem. Mármint a fiam, meg úgy nem tudok róla, hogy lehet, hogy eljár. A fiam az valószínűleg nem jár el, azt nehéz meggyőzni erről. De a menyem az lehet, hogy már jár szűrésre. És ami a szűrést illeti, ön hogy tapasztalja, hogy például a Vígben, vagy általában a színésznők között mennyire hajlandók elmenni a hölgyek a megfelelő éves mammográfiás szűrésre? Azt hiszem, hogy hajlandók. Nehezen szánja rá magát mindenki, mert mindenki fél attól, hogy megtud valamit, amit nem szeretne tudni. Hát igen, ez a stúc politika. Igen. De azért eljárnak. Én úgy tudom, hogy a legtöbb, akinek éppen abba az aktuális korba kerül, hát a 30 körüliek még nem hiszem, azokat nem is tudom, de nem is hiszem, hogy azok. Nem is szűrjük a 30 év körüliek. Igen. Tehát az csak a 40 fölöttiek, 45 és 50 közöttiek már lassan-lassan kezdenek járni, igen, úgy tudom. Gondolom, hogy ez olyan rapid módon, olyan váratlanul történt az egész az ön számára, hogy nyilván benne volt több előadásban, amiből kimaradt, és itt beugrások voltak? Igen, vagy persze, természetesen. Igen. És voltak, gondolom, tervek is, hogy miben fog játszani ez alatt a 3 év alatt, ami kimaradt, amik szintén nem valósultak meg emiatt? Igen, de hát egy színház az egy olyan komplikált hely, hogy azt sose lehet tudni, hogy ott mi változik, kik változnak, kik mennek el, kik jönnek, milyen műsor terv változik, és miért változik, úgyhogy az, hogy a gyógyulás útjára léptem, az többet ér, mint bármelyik szerepelvesztésre. Arra emlékszik, hogy amikor visszakerült a színpadra, akkor mit játszott elsőként? Emlékszem, hogy mi volt az első bemutatón, vagy hogy mit játszottam először? Hát mind a kettő érdekel. Hogy mit játszottam először? Vörös postakocsi volt. Igen? Vörös postakocsi volt. Lehet, így az volt. Ahol ön ott volt a néző a fiában. Igen. Izgult előtte nagyon, hogy milyen lesz ennyi hát kihagyással? Hát nézem, a színész hosszú kihagyás után mindig izgul. Még akkor is izgul. Én a saját koncertjeimben is egy percig izgulok. Tavaly el volt törve a lábam, nem akartam lemondani. Annál kellemetlenebb, mint hogy a 4-5-6-7 éves gyerekkel elhitetik, hogy most jön nekik valami olyan, amire ők várnak, és akkor azt mondják, hogy nem, mert szegény, bereket, eltörte a lábát. És elmentem, mert tört lábbal, és mondtam, hogy hát nem fogok onnan ide szaladgálni, hanem leülök, ha segítetek énekelni, akkor talán még jól is fogjuk egymással érezni magunkat, és segítettek énekelni, és körülbelül 8 koncertet csináltam így végig. De nagyon izgalmas volt, mert azért féltem, amikor először mentem ezt kipróbálni, hogy elfogadják-e a gipszet a lábamon és a széket alattam, az nagyon izgalmas volt. És elfogadták. El. Fölmerült önben a betegsége alatt, hogy esetleg véget ér a színészi pályája? Nem, mert a Magdolna megkérte, hogy meg lehet gyógyulni. És gondoltam, hogy ha meg lehet gyógyulni, akkor miért ne folytatnám, majd ha meggyógyulok. Arra nem számítottam, hogy májbajos is lesz. Na most én már múltkor telefonon elkezdtem önnek mondogatni, hogy a Napsugár, nem tudom pontosan mi a címe, Napsugár én szeretnek nagyon című dalának. Napsugár. Milyen szerepe van az életemben, vagy volt, de azt nem mondtam el direkt, mert ide tartogattam, hogy én, hogy jobban elviseljem ezt az egészet, ami azért egy szörnyű volt, kitaláltam, hogy mindenkit elneveztem valaminek a kórházban. És az ön dala nyomán az onkológus nőt, aki engem a sugárra irányított, elneveztem Napsugarasnak. És ő volt a Napsugaras, és amikor ment a
sugár kezelés, akkor ez a dal ment a fejemben, az ön régi 80-as évekbeli dala. Tehát ez segített nekem elviselni, a fejembe itt ment a belső rádióban. Igen, örülök neki. És önnek milyen praktikái voltak, ami... Tudom, itt van egy három pont, amit például megfogalmazott, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember ezt az egészet lelkileg túlélje. Fölidézzem, mi az a három pont? Hát egy biztos kell, hogy az ember úgy érezze, azt higgye, elhitesse magával, hogy szükség van rá. A másik pedig, hogy az érdeklődését fenntartsa az emberek iránt, és egy bizonyos fajta szeretetre. Ezt tudom mondani, nem tudom, mi van ott. Itt az van, hogy egy üzenet, három üzenetet küldött az olvasóknak. Első, tartozni kell valakihez. Azt mondta, hogy a férjem idehova elkísérte. Hát megmondom őszintén, hogy annál többet, amennyit nekem a férjem segített, de arra talán a professzor asszony is emlékszik. Én ugyanis felfogni se tudtam, hogy a híreket, hogy mi történik, mit kell csinálni, és mi lesz velem. És hogyha nem lett volna ott a férjem, én meg se értem ezt az egészet. Annyira telítődött a fejem azzal, hogy hát ez az a halálos betegség, amitől mindenki retteg. És igen, erről annyit, hogy amikor én megtudtam ezt az egészet, az ember módosult tudatállapotba került, és mondta az orvos a diagnózist, de nem értettem a szavakat, pontosan. De nem értettem, hogy mit mond. Pontos. És akkor legközelebb otthon leírtam előre a kérdést, és felolvastam, és odaírtam a választ, és utólag otthon próbáltam értelmezni. Igen, ebben segített nekem a férjem, hogy ott volt, és ő emlékezett. Ő emlékezett, mert ő azért ennyire nem izgult, bár gondolom azért neki se volt könnyű. Na most a második pont, amit ön akkor kijelentett, hogy csak az orvosnak szabad hinni. Igen, mert én rengeteg levelet kaptam, és mindenki segíteni akart. Köszönet érte, és hála érte, hogy segíteni akartak. És mindenki leírta, hogy gyógyult meg a Mariska, meg a Jancsi, meg a Pista, és hogy mit kell csinálni. És nagyon hihető dolgokat írtak le, és nem is mindig olyan nagyon veszélyesnek tűnőeket. De hát gondoltam, hogy hát azért járok én oda a klinikára, hogy orvos segítsen rajtam, és nem pedig a Mari néni, aki nagyon jó indulatból és szeretetből megpróbál nekem segíteni. És akkor mindig bevittem ezt a levelet, és elmondtam, hogy ez milyen lenne, hogyha ezt kipróbálnánk. És akkor a professzor asszony mindig azt mondta, hogy ez biztos nagyon jó, de előbb fejezzük be a terápiát, és hogyha a terápia nem az, akkor kipróbálhatjuk. És kipróbálták? Nem kellett. Szóval azért, amiről beszélünk, ez egy kicsit a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Vannak gyógyszerek, amelyeknek a lebomlását egészen banális anyagok, mondjuk a grapefruit, meg tudja változtatni. Más lesz a gyógyszerszint, akár toxikus lehet a gyógyszerszint. Fűben, fában az orvosa, ez így van, de vannak gyógynövények, amelyek módosíthatják annak a gyógyszernek a hatását. Ami persze nem jelenti azt, hogy ezeket nem lehet alkalmazni, csak meg kell beszélni szakorvossal, meg kell beszélni gyógyszerésszel, ugye a klinikai szakgyógyszerészek nagyon nagy segítséget adnak, ugye nálunk is a klinikán van olyan fiatal, nagyon jó tudású kollégám, akihez én is odafordulok, hogy most akkor ezt a gyógynövényt együtt lehet megnézni, és leírja, hogyha igen, és azt is leírja, hogyha nem, miért. Tehát ebből mi is nagyon sokat tanulunk. És a másik, amit mondtam, hogy a daganatoknak a biológiai viselkedése nincsen benne a köztudatban. Tehát attól, hogy valakinek emlőrákja van, és valakinek jó ez a készítmény, nem biztos, hogy a másik típusú emlőrákra ugyanolyan hasznos lehet. Ugye ezért nagyon nagy veszélyei vannak, meg a tukmálásnak, hogy de meg kell csinálni. Ugyanúgy, mint ahogy beszéltünk az előbb róla, hogy egy tesztet meg kell csinálni. Szóval ésszel, ahogy nagyanyám annak idején nekem mindig mondta. A kégolyóban tapasztaltam, hogy nagyon sok beteg, amikor kiderül, hogy mi a helyzet, és kiderül, hogy jön a kemó és a sugár, ettől annyira félnek, rettegnek, hogy fogják magukat, és elmennek az első kuruzslóhoz, ahol ugye tudjuk, hogy mi történik, általában sok pénzt leszednek, de igazából gyógykezelés nem folyik. Majd fél év, három év múlva teljesen leromolva visszatérnek az orvoshoz, és általában a vége az, hogy meg is halnak. Ezt ön is tapasztalja a saját praxisában, hogy van ilyen? Nagyon sokszor van ilyen, és hogy miért mennek el, mert azt ígéri, hogy meggyógyítja. Egy onkológus azt tudja ígérni, hogy az állapotot stabilizálja, tünetmentessé teszi, daganatmentessé teszi. Tehát az elején az, hogy meggyógyítom, ezt nem tudom mondani
és nyilvánvalóan sokkal szimpatikusabb, mikor valaki bizonyos cseppek, tabletták, főzetek mellett azt ígéri, hogy meggyógyítja. Ilyenkor nem lehet más tenni, mint hogy arra kérni a pácienst, hogy akkor mérje le az eredményt. Ahogy mi is, hogy ugye elmondta Judit is, hogy rendszeres kontrollok voltak, amik mutatták azt, hogy daganatmentes. Akkor nézzük meg, hogy egy áttétes betegnél az az áttét stabilizálódik, csökken, és ha nem, akkor ne higgyük már el, amit mond az az adott, hogy de hát ez azért növekszik, mert tisztul a máj. Szóval olyan irracionális dolgokat tudnak páciensek elfogadni, ami ellen nekünk mindenképpen küzdeni kell. Nagyon sok készítmény van, ami azért jó hatású, mert gyakorlatilag a gyógyszer hatékonyságát csökkent, és kevesebb lesz a mellékhatás, amit biztos, hogy jobban él meg a páciens, de nem is lesz olyan hatása annak az adott készítménynek. Ma olvastam éppen egy cikket erről, ami engem nagyon fölbosszantott. Egy fiatal sportolóról kiderült, hogy hererákos volt, de már meggyógyult, és azt mondta következő szavakkal, hogy hát ő nem tudja, ő nem akar semmit prejudikálni, de a COVID-oltás előtt neki nem volt semmi baja. Egy hanya bajban nyúltunk bele ezzel a kérdéssel. Ugye azért a maga a COVID-betegség, meg az oltás, az immunizáció is hatással van az immunrendszerre. Ugye az immunrendszer maga a csoda. Nagyon sokan élnek úgy, hogy bennük van a rák, de kialakul egy egyensúly, amire azt mondjuk, hogy az equilibrium nem tud elszabadulni a daganat, mert a gazda szervezet, ami hordozza, folyamatos kontroll alatt tartja. Amikor már mi jövünk, ez az elszabadulás fázisa, és az ezt megelőző pedig a elpusztítás, az elimináció, amikor elpusztítja a szervezetünk a daganatokat. De amikor nem tudja, de ez az egyensúly van, na ezt lehet lábon lőni, akár egy fertőzéssel, akár az oltottság utáni állapottal. Nem az oltás, nem a fertőzés okozta ezt a betegséget, hanem megborította azt az egyensúlyi állapotot, ami kialakult a gazdaszervezet és a benne lévő daganat, vagy egy induló más betegség között. Nagyon sokszor ugye a boncolásnál írják le, de hát ott van a prostatarák. Egész életében nem tudott róla. Nem volt semmilyen tünete. Ott van a betegség, és nem is abba halt bele, mert egyensúlyt tudott tartani a szervezet. Ezt nem is hallottam, de nagyon érdekes. És hát ugye ott vannak bizonyos védőszentek, de ott van Szent Peregrin, aki koszos kötéseket rakott kelevényekre, ugye semmi mást nem csinált, mint a kosszal az immunrendszert aktiválta. Stimulálta. És az képes volt a daganat ellen hatni, és ma amit mondunk, hogy ott az immunterápia, mivel nem a daganatot pusztítjuk, hanem gyakorlatilag a szervezetnek az immunrendszerét tudjuk rábírni arra, hogy menjen a daganat ellen. Nincs új a nap alatt, ugye? Itt szeretnék visszatérni még a harmadik pontra, amit én nagyon fontosnak tartok, és én is ennek a követője voltam, vagyok és leszek. Tehát így szól a harmadik pont, a betegségtudat teljes mellőzése nagyon-nagyon fontos. Ezt hogy tudta elérni 3 éven át, amikor ennyiféle probléma jelentkezett, sokszor egyszerre is? Hát, hogyha az ember állandóan azon gondolkozik, hogyha van már dolga, mint azzal foglalkozni, hogy a betegség hová fog fajulni, meggyógyul, vagy rosszabb lesz, vagy mit hoz még magával. Azt hiszem, hogy amikor először találkoztunk, akkor talán azt mondtad, hogy sokat kell nevetni, és szomorúsággal ne foglalkozzunk, hanem inkább olvassak olyan könyveket, ahol nevetni lehet, nézek olyan filmeket, amik mulatságosak, és sokat neves. Hát nehéz néha ezt betartani, azt megmondom. De felidézte a korterem humorát is például egy betegtársa kapcsán, akinek hány ingere volt. Ja, igen. Ez hogy van pont? Az jó volt. Egy barátnőm, akinek egy, nem emlékszem, de valami női részét tüntettek el, valami hasműtétje volt, és berakták az intenzív osztályra, és az intenzív osztályon azt hiszem 4 voltak, vagy 6 voltak egy teremben, és az egyik nő, akik hasonló műtéteken estek keresztül a közelmúlt óráiban, vagy napjaiban, az egyik azt mondta, hogy jaj, nekem olyan hány ingerem van, jaj, olyan hány ingerem van, amire megszólalt egy másik, hogy nem vagy te terhes? Ez egy morbid vicc, de ez történt. De van még egy dolog, hogy a Jutka soha nem volt rákbeteg. Én nem hallottam tőle, hogy azt mondta volna, hogy ő rákbeteg. És ha megfigyeli, ő nem mutogatja el magán a betegséget. Nem hozza vissza. Nagyon-nagyon kedves betegem mondta azt, hogy
belerúgni nem tud a betegségbe, de magához sem öleli. Ő lerakja maga mellé, föntről néz rá. Időnként átcsomagolja, karácsonykor szép zöldbe, tavasszal virágmintásba. Ott van, nem hagyja, hogy rákapaszkodjon, de nem is rúgja el. Ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azt se hallotta soha, hogy az ő rákjáról beszélt volna. Nem tette birtokviszonyba, nem személyesítette meg. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy valaki hogyan beszél a betegségről. Hát ez abszolút mértékben így van. Tényleg milyen beteg volt Judit? Végig meg tudta őrizni a derűjét, vagy voltak nagyon rossz pillanatok, amikor vissza kellett hozni mélypontról mondjuk önnek? Hogy valaki milyen beteg, benne van a személyisége. Az életigenlés az mindig ott volt, amikor azt mondta, hogy én túl fogom lépni, meg túl tudom lépni. Voltak nehéz pillanatok, amikor ott álltunk, hogy vajon most ebben a májban van-e áttét, vagy nincs, és látta rajtam, hogy én gyötrődöm, és ugye mindenki mondta, hogy áttét. Nem áttét. Elfogadta a gondolkodásomat. Elment a második vizsgálatra, pedig ott volt egy negatív lelet, és ugye mondhatta volna azt, hogy hát itt van egy negatív lelet. És hát egy színésznő az életben is tud játszani. Megnyugtató volt a többiek számára. A nővérekkel kiváló kapcsolata volt. És amikor jobb periódus volt, hát ugye mindenki, ugye Halász Jutka ott van, és hogy lehet kérdezni meg. Ugye azért ő egy ikon. Mindenkinek, a nagyszülőknek, az ő dalain fölnőtt gyerekeknek, ugye viszik az unokát, viszik a fiatal generációt. Nagyon kevés ilyen ember van, és ilyen művész van, aki generációkon átívelni tud. Na most ez a képessége, hogy ő mindenen átívelni tud, ez akkor is megvolt, most is megvan. Volt olyan a kórházban, hogy mint a Hoffinál, hogy a Hoffi megy tankolni a benzinkúthoz, és a benzinkutas azt mondja neki, hogy művész úr, mondjon valami vicceset. És akkor mondja, hogy nem mondok semmi vicceset, maga otthon a kredentbe szokott benzint önteni. Tehát önnek volt ilyen, hogy a betegek esetleg azt kérték, hogy ön énekeljen, vagy mondjon verset, vagy szerepeljen? Nem, mert én egyszer feküdtem bent a kórházban, akkor, amikor kiderült ez a májbetegség, és akkor ki volt téve az ajtómra, hogy senki nem látogathatja, mert fertőző esetek. Nem tudtam menni, nem tudtam felállni. És akkor kaptam olyan injekciót, ami egy kicsit magamhoz térített, valami fehér vírus, vagy nem tudom micsoda, én nem értek hozzá, de olyat kaptam, amitől normalizálódott a helyzet, és talán akkor 2 hétig voltam bent a kórházban egyedül. Nem is jöhetett be hozzám senki, a férjemen kívül az bejöhetett, az fertőtlenítve volt. És azt hiszem csak akkor voltam bent feküdni, meg amikor kaptam az infúziókat, akkor arra 2-3 órára. De a podcastunk vége felé 2 dolog van, ami még nagyon érdekel engem. Az egyik az, hogy amikor ön kinevezték orvosnak, akkor még messze nem tartott itt az onkológia, tehát a rákokkal foglalkozó orvosi tudomány, ahol most. És gyakorlatilag én emlékszem az én szegény szüleimre is, szintén rákbetegségben haltak meg, hogy gyakorlatilag a rákdiagnózis az a halálos ítélettel volt egyenlő, és ez nagyon sokáig, még akár a 80-as években is így volt. Ehhez képest ma már ott tartunk, hogy van ugye az immunterápia, amit ön nagyon ígéretesnek tart, tehát amikor az immunrendszer megerősítésén van a hangsúly, és nem a rák konkrét kezelésén, és most olvastam arról, hogy van úgynevezett krioabláció, amikor elfagyasztják a különféle daganatokat. Én ezt vesedaganatnál is hallottam, és állítólag emlődaganatnál is. Igen. Ez már létezik? Így van. És ennek mi a lényege? Ahogy mondta, a fagyasztás nyilvánvalóan függ attól, hogy hol helyezkedik el egy daganat, hogy milyen az a szövettani lelet, de el lehet pusztítani sebészi eljárás nélkül, ami azért nagyon nagy vívmány, és amit borzasztóan fontosnak tartom, hogy itt is elhangozzon, hogy ma már a daganatos betegségeknek a nagy része a krónikus betegség csoportba tartozik. Tehát együtt hosszú lehet vele élni. Hosszú távon túlélők vannak, és jó életminősége. Tehát ugye van olyan áttétes beteg, akit folyamatosan kezelünk, de már nem kemoterápiával, célzott terápiával, szájon átszedett terápiával. Ellátja magát, ellátja a családját, dolgozik. És ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy ne az maradjon meg az emberek fejében, hogyha egy daganatos betegség van, ugye akkor az egyenlő a nagyon gyorsan jövő halállal.
És ma már ott tartunk, hogy ugye a molekuláris patológia, amikor sejt szinten tudunk progressziót megmondani, keringő tumorsejteket tudunk meghatározni. Tudjuk azt, hogy esetleg várható, hogy áttét alakuljon ki, mert a vérben már ott van, de még nem kell hozzá képalkotó vizsgálat. Ez azt mutatja, hogy a jövő orvosai már valóban a megelőzésre, vagy a vérben megjelent folyamatoknak az ellátására fognak fókuszálni, és talán már a közeljövő az, hogy nem fog úgy kialakulni a rák, ahogy most így megfoghatóan ott van. És akkor tényleg befejezésül említett sok mindent, hogy megváltoztatta a táplálkozását, és sok minden változott, de tudatilag, lelkileg, érzelmileg engem nagyon sok mindenre tanított meg a rák. Egy csomó mindent felismertem, hogy mit nem szabad úgy folytatni, ahogy eddig csináltam. Önnél volt-e ilyen nagy heuréka élmény, ilyenfajta felismerés, hogy mit kéne másképp? Hát én gondolkoztam ezen, hogy nem tudom. Nem tudtam kitalálni, nem tudtam rájönni. Néha egy kicsit túldolgoztam magam, de hát nem szép, de hogy nevezzem így, hogy az én szakmám, az egy olyan szakma, ahol a 70 éves Gobbi Hilda azt mondta, hogy jókedvűen tért be egy nap a színházba, és kérdeztem tőle, hogy mi van, Hilda? Azt mondja, hát úgy megnyugodtam. Azt mondja, egy hónapja nem hívott senki, hogy menjek valamilyen szerepre, rádiós, vagy szinkron, vagy mit tudom én, milyen fellépni, és azt mondja, és ma kaptam egy telefont, és ma hívtak. 70 éves elmúlt már, és még mindig, és a Gobbi Hilda, hát a Gobbi Hilda az egy ikon volt valóban nekünk, és nem gondoltuk volna. Van, amikor rengeteg munka van, és nem tud belőle kiszállni, és van, amikor ez így hirtelen megáll, és hosszú szünet következik. És akkor a színész általában kétségbe esik, hogy akkor, ahogy a Gobbi is mondta, hogy engem elfelejtettek, és már senkinek nem kellek, amikor újra elkezdődik, és hát ez ilyen hullámhegy és hullámvölgy, és ez végigkísér az életünkön. És akkor magyarul ma már nem bántja, vagy nem foglalkoztatja annyira ez önt, hogy mennyien hívják, vagy nem hívják? Nem, de azért régen is mindig nagyon disztingváltam, hogy mi az, amit megcsinálok, és mi az, amit nem. Tehát az... No, de azért nem olyan régen voltunk Gödöllőn, ahol ugye a Pécsi Ildikó díjat adták át. Igen. Tehát ugye ez annyira fontos, nem? Hogy ott úgy ítélték meg, hogy Igen. Te vagy az első, aki ezt a díjat megkapta. Az fontos, hogyha az embernek azt mondják, hogy hű, jó van, ezt jól csináltad, kislányom. Az jó. Ez volt a Rákeltérítő. Halász Juditnak és dr. Dank Magdolnának köszönöm szépen a beszélgetést, hallgatóinknak pedig köszönöm figyelmüket. Hallgassanak minket a jövő héten is. Már többféle podcastot hallgathatnak a Telexen, van már bűnügyi, közéleti, gasztronómiai és zenei műsorunk is, aki pedig teheti, támogassa a Telexet. A viszonthallásra!